Az utóbbi másfél évben számos településen keltett jó hangulatot a megyei önkormányzat által rendezett megyei értéktalálkozó. Az itthon együtt közösen Szabolcs-Szatmár-Berekben elnevezésű pályázat a rendezvényeken keresztül azokra az értékekre irányította rá a figyelmet, amelyek megőrzik és erősítik a megyei identitás érzését. Ebben pedig a civil szervezetek munkájára is nagy szükség van. Erről szólt a szerda délután Kálós Eménben rendezett szakmai konferencia. A megyei értékek vonatkozásában a civil szervezetek szerepe megkerülhetetlen, hiszen ők, akik a helyi közösségben jelen vannak, nap mint nap ott működnek, ott fejtik ki a tevékenységüket. Tehát nagyon fontos, hogy a helyi értékek és a közösség civil szervezetek kapcsolatát is feltárjuk, és ezt a kapcsolatot erősítsük ezzel a konferenciával is. Belica László Kálós Emén polgármestere arról beszélt, a nagyközség többek között a kálai örökséggel és a rendezvénynek helyet biztosító kúriával igyekszik erősíteni a megyei identitástudatot. Az identitás megőrzése a mai konferenciának a fő témája. Ezt igen nagyon fontosnak tartom ebben a zivataros időszakban, hiszen azért mégis az elmúlt időszakban volt egy pandémia, most van egy háborús helyzet, és úgy gondolom, hogy ezek az értékek, amik összekötnek bennünket, ezeket ápolni kell, szükséges, hogy ezekre odafigyeljünk. Ilyen érték, a megyei értéktár része is ez az épület, a kálai kúria, és annak öröksége, és ezzel próbáljuk erősíteni a megyei identitástudatot. A jelenleg 157 értéket felölelő megyei értéktár folyamatosan bővül. A lista különböző témakörök alapján sorolja be az elemeket. A kulturális örökséget, ha az építetten keresztül kezdjük megnézni, akkor egyházi kincseinket, az egyházi épületeinket, a temetőinkben rejlő értékeket, de még ha korábbra megyek a honfoglaló magyaroknak az itteni megtelepedés helyszínén hagyott leletei vagy kincsei, amelyek a temetőkbe kerültek, a sírokba kerültek. A későbbiek folyamán a nemesi korból, a földesóri korból számtalan világi épület keletkezett, nem csak a templomok, természetesen a közösségek által, amelyek a hitéletet segítették, és annak voltak a legfontosabb helyszínei, hanem a földesúri kúriák és kastélyok. Ezek az emberek, akik ott éltek, természetesen foglalkoztatva a környezetükben élő embereket, a kultúrát is továbbadták, és maga a közösség gazdagodott. És ott van a népi kultúra, mert hogy a sajátos tiszavidéki népi kultúra is megőrizte számunkra azokat az épületeket, gazdasági épületeket, egyéb tárgyakat, amelyek fontosak. És mindaz, ami a népi kultúrán, az egyházi kultúrán és a nemesi kultúrán túlmutat, ott vannak azok a személyek, azok az egyes emberek, akik saját maguk tették le kézjegyüket és hoztak létre olyan életműveket, mutatnak olyan munkásságukat, amelyekre büszkék vagyunk. A konferencián elhangzott, a civil szervezetek közösség formáló és kreatív munkájára a jövőben is nagy szükség lesz. Ezért szeretnék, hogy minél több fiatal vegyen részt a már meglévő értékek őrzésében és újak teremtésében.